Sziasztok, ebben a videóban áttekintjük a jelenlegi piaci és világhelyzetet pár gondolat erejéig, és szó lesz arról is, hogy a projektek és különböző lehetőségek hogyan viszonyulnak ehhez. Nézzük is meg először a jelenlegi helyzetet a világon. Mint tudjátok, elég nagy harcok zajlanak a világban, ami inflációt, recessziót és minden hasonló rossz dolgot okoz minden iparágban. Mondhatnánk azt is igazából, hogy picit megőrült a világ, és mi csak ugye kamillázunk, tehát így lesünk ki a fejünkből, hogy éppen melyik nap jelentenek be valami újabb háborút, vagy megszorítást, vagy ilyen-olyan különböző piacokat érintő változtatást, igazából vagy változást. Remélem mondanom sem kell, hogy az ilyen hírek hallatára minden előre valószínűsíthető chart, vagy előrejelzés, vagy elemzés mehet is a kukába szépen. Hiába van nagyon-nagyon sok nálam milliószor jobban ehhez a témához értő szakértő, az a szerintem bármelyik egyet ért, hogy nagyon nehéz elemezni és jósolni bármit is a jelenlegi helyzetben, amikor tényleg naponta akár többször is lehet olyan hír, ami megfordítja az árfolyamok mozgásának az irányát, akár a kriptomon, vagy akár más területeken. Biztosan hallottatok olyan sztorit az elmúlt időszakban, hogy valakinek a közvetlen közeletekben is akár be kellett zárni a vállalkozását, vagy pedig elveszítette a munkáját, akár a leépítések, vagy akár egész egyszerűen amiatt, hogy a cége vagy munkahelyedbe csődbe ment igazából. Sajnos teljesen átalakultak az emberi szokások is ugye a Covid és a többi dolog miatt, ezért már más szakmára, területre érdemes fókuszálni a nagyon sok embernek, aki esetleg olyan szektorban tevékenykedett, hogy ugye itt sajnos lépnie kellett. Na és akkor ugye erre az egészre, erre a történésre, amit most elmondtam, rá is lehet szépen fűzni a kriptopiac helyzetét is. Miért dőlnek be a projektek, miért van, ami nem dől be, az is ugye csomagot csökkent, vagy valamit variál, hogy ne legyen annyira jó, vagy így, vagy úgy átalakul, vacakol, szarakodik, és ami ugye véletlenül nem teszi ezeket meg, azok pedig konkrétan ilyen isteni csoda számba mennek már, hogy ami még úgy működik. Nagyon sok cseten többek között nálunk is elő szoktak fordulni ezek a lázításos és szomorúsággal teli írások, hogy minden befektetés hülyeség, meg kamu, meg így meg úgy lenyúlták a pénzemet a gonosz emberek. Most nem mennék bele igazából cifrákba, ezt is próbáltam így nyomdafestéket tűrően megfogalmazni, de szerintem mindenki belefutott már ezekbe, erről szeretném egy kicsit kifejteni a véleményemet, és tényleg nem akarok senkit példaként így elővenni, csak úgy általánosságban fogok beszélni, aztán aki úgy érzi, majd úgyis magára fogja venni, remélhetőleg picit átgondolja ezeket a dolgokat legalább, hogyha ő ilyeneket csinál, ugye nyilván csak akkor. Szóval itt a lényeg, nem azzal van a baj, ha egy lehetőség bedől, vagy valóban azért jön létre a cég, hogy ugye jól megszedjék magukat, mert igen, ilyen is igazából van és előfordul. Ezeket próbáljuk ugye mi nektek elkerülni, úgymond, meg magunknak is, tehát hogy mi igazából ezt csináljuk, hogy próbálunk minél jobb projekteket, meg lehetőséget találni, hogy közösen tudjunk ugye utána ebből profitálni és fejlődni. Ez ugye tényleg a munkának a jelentős része, ezt előzi meg a gyakorlatilag a konkrét tartalomgyártást, előzi meg ez a elemzés, meg ilyesmi, ahol már mondom és mutogatom ugye nektek a dolgokat, már mint a tartalomgyártás során, ugye a videókban. Ez van, hogy több hét, vagy akár több hónap, ameddig figyelgetjük ezeket a lehetőségeket, mire belemerünk ugye vágni, és akkor már lesz róla tartalom is. Tehát ez egy elég nagy ilyen előzetes munka van. Nem csak úgy van, hogy így hoppá, valamit kapok, csinálok 5 perc alatt egy videót, és kész. Tehát hogy lehet, hogy sokan ezt hiszik, vagy már volt is, akivel beszélgető, és így ilyeneket mondott. Hát nem, tehát hogy ez azért rengeteg munka már a videó elkészítése előtt is. Persze olyan is van, amikor éppen van egy induló projekt, és hamar be kell mutatni, akkor nyilván az idő kevesebb, tehát hogy akkor gyorsabban szoktuk bemutatni, vannak ugye, aminél fontos a sebesség akár, de a lényeg, hogy azt értsétek meg, hogy azok a projektek,
akik nem szeretnének ugye bedőlni, tehát hogy tényleg komolyan gondolják a dolgokat, és próbálnak valamit alkotni, egy működő vállalkozást létrehozni, sajnos ebben a helyzetben, amit az előbb ugye ecseteltem, ugyanúgy bedőlhetnek, mint a normális offline vállalkozások. Nyilván ezeknek a cégeknek még könnyebb is ugye eltűnni, elhajókázni, úgymond, mint a konkrét fizikai cégeknek, vagy létesítményeknek, de ettől még ne gondoljuk már azt, hogy minden ilyenről, minden ilyen cég, minden ilyen projekt, hogy mind kamu, meg mind hülyeség, hiszen nagyon-nagyon sok olyan projekt volt már nálunk is, ahol ha valaki velünk ugye elkezdte, tehát velünk együtt kezdte el ugyanakkor, amikor mi vagy kicsivel utána, akkor simán kivette a tőkét, és őt akár még profitálhatott is belőle, ha okosan csinálta, és most itt tényleg olyanra gondolok, hogy ha kiveszed a befektetett tőkédet, amint tudod ugye egyből, nem, tehát hogy ezek az emberek ugye profitálhattak, csak ugye van sok olyan ember, aki vérszemet kap, és akkor visszaforgatja, ami persze tök jó, mert ugye növelheted az egészet, de hát úgy nyilván rizikósabb is, tehát ezt el kell dönteni. Ugye itt még az is fontos, hogy nem 100 dollárokkal, meg 50 dollárokkal próbálsz még érvényesülni, mert egészen egyszerűen ez nem kifizetődő. Persze értem, meg tudom, hogy sok emberek nincs több tőké ezekre, ami nem baj természetesen, meg a maga szintjén szépen kicsibe elkezdi, tanulgat, stb. Úgy is lehet ugye természetesen profitálni, de, és ami nagyon fontos, hogy ezektől ne várjon senki ilyen hónapok alatt milliókat, meg csilliókat. Nagyon-nagyon sok helyen olvasom azt, hogy, és most légy szíves, ezt senki ne sértődjön meg, mert nem ez a célom, szóval sok helyen olvasom azt, hogy ezek a kis vérpistikék befektetnek valahol 50 dollárt, ami mondjuk kis jóindulattal, nem tudom, egy PlayStation játékára, és akkor most ugye mogult befektető szeretne ebből lenni, ebből az 50 dollárról, ami tök jó egyébként valahol, mert tényleg próbál változtatni, próbálgatja a szárnyait, próbál tudatos lenni, a jövőjét kezébe venni, ezt egyébként szerintem teljesen oké és dicséretes dolog, a legtöbb emberből ugye ez nincs meg, tehát hogy ezzel eddig így semmi probléma nincs, viszont az ne legyen, ha már esetleg, tehát hogyha még tapasztalatlan vagy, vagy pedig egész egyszerűen belenyúlsz egy olyan coinba, vagy lehetőségbe, ami bedől, vagy lemegy az ára, vagy ilyesmi, akkor ugye tényleg szimultán 43 darab chat felületen időt nem spórolva ontod magadból a rossz megjegyzéseket, és igazából úgy szidod az egész kriptót, meg a befektetéseket, meg mindent igazából, mintha nem lenne holnap, persze, csináltad igazából ezt, de ennek igazából semmi értelme. Magadat idegesíted, többieket idegesíted, alásod az egész kriptos részt, és belegondoltál abba, hogyha valaki most akarja elkezdeni ezt az egészet, és elolvas egy ilyet, ő nem fogja tudni, mit csináltál, hol nyúltál mellé, vagy esetleg egész egyszerűen csak pehed volt, mert te ugye csak tolod a negativitást, ez kinek jó? És itt tényleg nem arra gondolok, hogyha megosztod a negatív tapasztalatidat szépen megfogalmazva, amiből ugye más is tanulat, azzal nincsen semmi gond, de nem tartom normális dolognak ezt a fröcsögést és máshogy idegesítését, senki se ezért jár tényleg egy közösségbe, hogy ott aztán ezt hallgassa, gondolj csak el, te mit tudom én, lemennél a barátaiddal sörözni, hogyha végig téged szivatnának, meg kinevetnének, meg néha még meg is rugdosnának, nem hiszem, hogy te lemennél, tehát hogy így szerintem erre rá lehet fűzni az egészet, hogy át lehet gondolni. Ettől függetlenül lehet ilyesmit csinálni, csak azoknak a csapatoknak a hatalmas kárt okoztok ezzel, akik például, mint mi is, már elég régóta próbálunk egy normális tagokból álló csapatot létrehozni, ahol persze vannak negatív és pozitív hullámok is, bikapiac, medvepiac, stb., de a lényeg, hogy próbálunk együtt előrébb jutni, ez az egész egy új, most kialakuló világ, és még messze-messze az elején vagyunk ennek az egésznek, szóval van mit tanulni egymástól, és most tényleg nem csak arra gondolok, hogy én itt osztom az észt, én is nagyon sokat tanultam sokatoktól, akár NFT-ket is említhetném, akár más dolgokat is, szóval nálunk is ez a cél, hogy egy csapat létrejön igazából, nyilván minél többen vagyunk, annál jobb, de ugye már most kezdik kirajzolódni a kemény mag, de tehát ugye igazából ez a lényeg, hogy egy jó hangulatú, normális csapat kijön, akik segítik egymást, és igazából nem fél óra alatt akarnak meggazdagodni, hanem tényleg tesznek bele időt, energiát, a cél a hosszú távú profitálás legyen mindenkinek. Ez, hogy x év múlva már egy jó kis kiegészítés, vagy esetleg megéletés legyen a kezetekben, de ugye itt sincs ez a szokásos klisé, hogy itt sincs kolbászból a kerítés. Nyilván mondanom sem kell, hogy aki nagyobb tőkével tud variálni, az ugye nyilván gyorsabban is tudja a célokat elérni. Persze van olyan, aki 100 dollárokat tesz be shitcoinokba, és néha ugye azok is tök jól bejöhetnek,
ha nagyon nagy mákod van, és pont így kezdesz, akkor egy tök jó induló tőkéd lehet ezzel, amit így gyakorlatilag idézőjelben úgy így nyersz igazából, de sokkal kevesebb ilyen mázli, mint amire gondolnátok, szóval ezzel tényleg óvatosan ezekkel a shitcoin témákkal, csak most gondoltam, megemlítem ezt is. De szeretnék arra is egy picit áttérni most, hogyha olyan ember szeretne befektetni, vagy akármilyen lehetőséget keres, ahol kamatoztathatja ugye a félretett pénzt, aki kisebb kockázatűrő képességgel rendelkezik, vagy ideges típus, vagy izgul mindig. Szóval tudjátok, ez a nagyon izgulós, aki percenként frissíti az összes oldalt, az összes csártót, ha esik 1%-ot bármi, akkor egyből már pattintja el, jaj, izgul, vége a világnak, stb. Tehát ez a, van egy ilyen embertípus, ugye. Na, szóval tök őszintén mondom, hogyha te most magadra ismertél ebből, akkor szerintem ez a kriptos téma ez nem igazán neked való. Próbálkozhatsz, meg nézegetheted, de a hosszú távon szerintem idegbajt fogsz kapni. Itt még béke időkben is, amikor bikapiac van, akkor is dőlhetnek be projektek, és haladnak meg ugye kriptók, főleg a rosszabbik fajtával, hogyha mondjuk ilyen shitcoinozol, vagy ilyen-olyan gázprojektekbe befektetsz, ugye vannak ezek a egy nap alatt 10%, meg mit tudom, én most ezekre gondoltam, tehát ez tényleg egy nagyon volatilis és kockázatos biznisz, ezt rá lehet az egészre húzni. Nyilván emiatt jók a kamatok és a hozamok is, amit ugye el lehet érni, ez a másik oldala az éremnek. Nem lebeszélni szeretnék senkit, mert tudom én is, hogy az állampapír, meg a több ilyen bankos hülyeség kb. Vicc jelenlegi helyzetbe, de van, akinek még mindig jobb évi 10%-ot bukni az infláció miatt, hogyha mondjuk ilyen lehetőségben van benne ki, mint hogy valami shitcoin lenullázza mondjuk 5 nap alatt a full félretett lóvét, szóval értitek, van, ismerek ilyen embert, akinek én is szívem szerint azt mondanám, hogy figyelj, inkább rak be nem tudom, ilyen állampapírba, hoz neked, nem tudom, most mondok valamit 5-6-8%-ot, hogy nem tudom, mennyit hoznak, és de hát ugye ott az infláció meg több, de még mindig jobb, hogyha évente bukik nem tudom 5%-ot, mint hogyha az egészet elbukja 2 nap alatt, mert nem ért hozzá, nem figyel, nem tanul, stb. Tehát, hogy az ember függő. Ezért is mondjuk mindig, hogy a kriptozáshoz ugye fejlődni, tanulni, informálódni kell folyamatosan, mivel ugye változik ez az egész dolog, most alakul még igazából ki. Mi egyébként inkább ugye projekteket mutogatunk be nektek, de most már sokat foglalkozunk ezekkel a hosszabb távú stékelős vagy nódos dolgokkal is. Egész egyszerűen azért, mert ezek az ilyen piacon tovább is elmehetnek, és ha ugye csak egy-kettő bejön, akár 1-2-3 évek múlva, az már elég lehet egy jobb fajta fizetés elérésére, akár a legtöbb ember pedig azért van itt, hogy jól sejtem, hogy azért fizetéskiegészítés, vagy akár ebből tudjon majd élni előbb-utóbb, ilyesmi. Nyilván minél több ugye ez a lehetőség, annál nagyobb az esélye annak, hogy pár be fog jönni, és akkor az komár igazából nyugdíjba is mehetünk remélhetőleg pár év múlva. És a kedvenc szövegem, amit már valószínűleg mindenkinek így a könyökén jön ki, de tényleg ez egy nagy igazság, hogy soha ne ész nélkül fektessünk be, mert a szomszéd, nem tudom, Jóska Pista azt mondja nekünk, hogy jó lesz az majd, jó lesz, fektessél csak be. Nem, mindig nézd meg több forrás, több videót, több fórumot, Telegramot, Discordot, weboldalt, mindent, ami elérhető, ehhez is kell ugye tapasztalat, hogy tudjad, hogy miket kell megnézni. Amit tudsz, azt ellenőrizd le, beszélgess emberekkel, olvasgass utána, stb. Tedd fel a kérdéseidet, és utána is csak akkora összeggel szállj be, akárhova is, aminek az elvesztése nem okozna neked életviteli gázokat nálad, ugye? Tehát, hogy tényleg, ha elveszted, akkor elveszted. Tehát, hogyha mondjuk van, most csak mondok valamit, tényleg egy hónapban 100 000 forintod, amit szórakozásra költenél, elbuliznál, elcsajoznál, elmoziznál, akármi ilyesmi, azt nyugodtan ugye kockáztatod, mivel az úgyis ilyen erre van félretéve igazából, vagy hogy havonta te ezt így elszórakozod, de nehogy valaki itt a családi több éves megtakarításokat betegye akárhova is, vagy ezt max csak akkor, hogyha már tényleg évek óta benne vagy, tényleg már tapasztalt, tudatos befektető vagy, az megint más, hogyha, mert ugye ismerek olyat is, aki már más befektetési felületekről érkezett ugye a kriptó át, tehát hogy ő azért vágja a szitut, és egyből ilyen 10-20 ezer eurókkal kezdett, és egyébként az a szép benne, hogy ő ki is vette simán a tőkét, nem is bukott, mivel neki ugye volt már más platformokon is tapasztalat, és tudott ugye fogásokat úgymond, amivel azért sokkal tudatosabban és ügyesebben tudott itt is befektetni. Szeretnék még egy kicsit úgymond nehezebb témáról is beszélni ebben a videóban, ami az, hogy észrevettük, hogy néhány egyén
akik ugye buknak egy projekttel, vagy projektekkel, vagy akármi, azok más csatornákon így meg úgy színnak minket, hogy jaj, júj, ők kitiltottak, és gonoszak, meg csúnyák, meg stb., meg hogy ezek a csapatépítők eladnák a saját anyjukat is valami százalékokért, meg ilyenek, most vannak cifrábbak is, de szerintem ebből is tudjátok, hogy mire gondolok. Ezt ugye nem csak rólunk tolják, hanem másokról is, valóban ismerek én is olyan csatornákat, ahol kitesznek minden projektet, akár jó, akár rosszabb, akár nagyon, nagyon olyan bedöléses, vagy ilyesmi, tehát hogy nem nagyon nézik meg, nem nagyon előzítik le, de egyébként ott meg is van mondva, hogy minden kikerül az oldalra, lehet válogatni, szóval ott se jelenteném ki, hogy a csatorna tulajdonos bármiben is hibás, csak mondom, hogy léteznek ilyen csatornák is, de a lényeg, hogy magunkról beszéljek, mi próbáljuk a legjobb lehetőséget megtalálni ugye nektek, mégis miért lenne nekünk jó, hogy bedől bármi, vagy jól átverünk valakit, hát akkor az rossz az egész csapatnak, amiért dolgozunk. Az egész célja basszus benne van a nevébe, hogy csapatépítés, ez a neve, ez a lényege, hogy egy jó csapat hosszú távon együtt tudjon alakulni és dolgozni. Ez a cél, ami ugye vezérel minket, meg egyébként más csatornákat is valószínűleg jobb esetben. Szóval megkérnek tényleg minden ilyen tagot, vagy ex-tagot, vagy aki esetleg hangulatot kelteni, jön csak be a csatornára, mert ilyen is van egyébként, hogy ezt legyenek szívesek elgondolni, és remélhetőleg befejezni ezt a tevékenységet, mert a szabályok és ugye a szankciók le fognak a jövőben is sújtani ezekre a személyekre, és nem azért, mert most mekkora gonoszak vagyunk, vagy ilyesmi, egészen egyszerűen azért, mert a többség jó hangulat, a többségi jó hangulat és jókedv és pozitivitás, építő jellegű gondolkodásmódja az, ami előre viszi ugye az egész társaságot, és nem, hogyha tele van folyton csúnya szavakkal, meg gúnyos megjegyzésekkel tolva minden felület, meg így kifigurázzunk másokat, meg mit tudom én. És itt is kiemelném, hogy nem arra gondolok, hogy szépen leírja valaki normális hangvételbe, vagy normálisan tényleg hogy sajnos így meg úgy járt, és akkor neki ez most ezt meg azt okozta, és rosszul járt, mert normálisan vagy közösségbe illő módon megteheti bárki, tehát hogy ezzel nincsen semmi probléma. Sőt, kérem is, hogyha van ilyen, nyugodtan írja be az adott chatre, mert más tanulat ugye belőle akár, hogy hoppá, igen, hát hogy erre ő is majd figyel a jövőbe. Viszont akik csak sírnak és remegnek a 10-20 dollárok miatt a világ összes chat felületén tolják a negativitást, azokat én, vagy hát mi megkérnénk most ünnepélyesen, hogy tegyék ezt más felületeken. Sok helyen látom, hogy nem foglalkoznak ezzel az adminok, mi viszont ebben nagyon-nagyon nagy beleállunk, és nagy hangsúlyt fektetünk, és energiát fektetünk ebbe most is, eddig is, és a jövőben is. De minden esetre egyébként a szabályzatot olvassa el mindenki, az ártani nem árt. Ott le van minden fontosabb dolog írva. Remélem most ezzel nem gázoltam bele egyébként senkinek a lelkébe, és ha hasznára lesz a közösség alakulásának ez az egész, amit most elmondtam. Arra meg, hogy minden csapatépítő erre megy, hogy pár százalékért átverne ilyen jól mindenkit, szeretném elmondani, hogy igazából aki ezt mondja, az próbáljon meg csapatot építeni, nézze meg tényleg a saját bőrén, próbálja ki, hogy mennyi munka van ebbe, amikor nem tudom, 8-10 órán keresztül készítesz egy videót, és próbálsz nem csak a projekteknek, vagy a lehetőségeknek ugye utána járni, aztán egy perc alatt videót csinálni, hanem minőségi tartalmat biztosítani, és ugye itt számít minden, tehát itt számít a kivitelezés, a beszéd, az összeszedettség, a grafikai jellemek, minden számít, hogy egy ember normálisan szeresse meghallgatni ezt a videót, azt a csapatépítőt, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok mindegyik, tehát nyugodtan meg lehet tényleg próbálni, aki úgy gondolja, hogy tehát amit az előbb elmondtam igazából, és utána természetesen ugye miután kész ugye a tartalom, utána jön még egyébként a nagyobb munka, mert a közösségben való támogatás is nagyon fontos, hogy Facebook, Discord, YouTube felületeken, mit tudom, milyen felületeken, minden felületen írnak neked, kérdeznek, privátba, közös chatten, moderálni, stb. Rengeteg munka van ezzel, higgyétek el nekem, de mondom, bárki előtt ott a lehetőség, kipróbálja. Tényleg látom is, hogy indulnak is ilyen új csatornák, szoktak néha indulni, bár az inkább a Mika piacba szokott, de most is láttam, vagy most itt tudok egy-két ilyen csatornáról, ami indult, tehát hogy nyugodtan lehet kezdeni, valószínűleg valakinek tök jó be fog jönni, és akkor teljesen jó. Tényleg, aki úgy érzi, hogy ezért a munkáért olyan hú, de nagyon megéri ezt csinálni, meg tényleg ugye
Hát ilyen projektekben nem nagyon tud az ember bemenni, úgyhogy ne reflinkel. Pontosan ezért van ez így kiépítve, hogy ugye nem kell a cégnek marketing büdzsére költenie, hanem így magától épül ugye a csapatépítők miatt a projektjük gyakorlatilag. Hát most nézzetek meg egy Blackfordot, vagy nézzetek meg egy Roboticsot, vagy akármi. Nem kell ilyeneket csinálni. Majd egy Telegram csatornájuk, meg egy-két felületük, az kész. Tehát, hogy ezt az érdemes így aggyal is átgondolni, nem csak egyből itt szídni akárkit. Na mindegy. Tehát, hogy tényleg ingyenes el lehet kezdeni, bárki kezdje el. Meg most akkor ott van az is, hogyha bemész például úgymond a piramis játék munkahelyedre, ami igazából minden nagy vállalat, hogyha belegondoltok, akkor ott mi a helyzet? Fizetés nem kapsz? Vagy te miért dolgozol? Vagy akkor te most ott gonosz vagy? Vagy mi van? És mi van a főnivel, a főnököddel? Ugye látszólag ő kevesebbet dolgozik, mint te, vagy inkább csak tárgyalgat, meg telefonálgat, meg mégis ő jár ugye a Mercivel, és nem te. És ez miért van? Mert ő nem dolgozik, és kapja be, és tuti lógott egész életébe, és alárakta az anyukája a céget, vagy hogy? Tehát, hogy ezt azért gondold át, és hogyha magadra ismertél, akkor igazából nincs is nagyon miről beszélnünk, viszont ha kicsit is van egy kis sütnivaló, akkor pontosan tudod, hogy a te főnököd lehet, hogy most már tényleg csak a tökét vakargatja, ameddig te lapátolod neki a akármilyen munkát, viszont lehet, hogy neki volt 10 olyan kemény éve, amikor úgy ott vetette magát, hogy neked a szíved megállna ettől, hogyha neked ennyit kéne dolgozni 10 évig. Tehát, hogy és ugye tudatosan megalapozta a jövőjét ezzel a 10 évvel. Na és akkor el is értünk oda, hogy mi ezen a csatornán mit szeretnénk. Megalapozni a jövőt, ugye. A tiéteket, a sajátunkat és mindenkit, aki szeretne a csapat tagja lenni. Ennyiről szól ez, nem óvoda, tudod, nem az a vesztes igazából, akit lecsapnak és földre kerül, hanem az, aki ott is marad és soha nem is kell fel. Tehát ez egy örök mondás, ezt hallgassátok vissza kétszer, és akkor hát rájöttök a lényegre, akinek ez fontos. Hát ez egy menő végszó lett volna, de egyébként nem ez a végszó, mert szeretném elmondani, hogy van egyébként a Discordon egy ilyen projekt ötletek chat szoba, vagy egy ilyen chat rész, ahol bárki betehet ilyen-olyan lehetőségeket, viszont ezeket mi nem ellenőrizzük, ezek nagy része ilyen kuka projekt részünkről, ezt bárki tehet oda bármit be, szóval ezeket csak saját felelősségre és annak tudatában kezdjétek el, hogy mi a legtöbbet nem szoktuk ellenőrizni, meg csak úgy néha nézegetünk rájuk, de nem nagyon szoktuk őket átnézni, bár lehet ez a chat egyébként teljesen törlésre fog kerülni, mert sajnos az itt elhangzottak ellenére is volt olyan, aki azt hitte, hogy ezeket mi megnézzük, és más chaten láttuk, hogy írta, hogy a, mit tudom én, a Juicy Fieldet például, ugye, ami nemrég dőlt be, elkezdte és bedőlt, és hogy nálunk látta, és fúj, holott mi ugye nem is mutattuk be senkinek. Tehát, hogy az is például egy ilyen volt. De addig is, ameddig ezt átgondoljuk, kérlek, ne vegyétek ötletnek vagy tippnek, amit ezen a csatornán láttok. Ha szeretnétek, persze elkezdhetitek, de aki éppen beírja oda, azt a tőle tudtok érdeklődni arról a adott lehetőségről. Szóval tényleg mindenki próbálja meg arra gondolni, hogyha egyszer lefelé mennek a dolgok, az nem baj, mert utána egyszer ugye felfelé is fognak menni, és próbáljátok meg ugye az alján vásárolni, vagy pedig DCA-t stratégiát alkalmazva. A lényeg, hogyha hiszel a kriptó és a blokklánc jövőjében, akkor ne add föl, amennyiben velünk maradsz, mi minden tudásunkkal azon leszünk, hogy profitálhass ebből te is velünk a jövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kicsit ilyen nagymenéses videómat. Ha tetszett, kérlek, toljatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!